Kedves kolléganők és kollégák! Na, azt mondtam, hogy nem készítek több videót, de azért készítek még egyet nektek. Legalább még egyet. De arról van szó, hogy elég sokan hívtatok telefonon azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjátok követni a tanulójaitokat, hogyan tudjátok leellenőrizni azt, hogy ők egyáltalán megnézték-e a ráküldött, feltett feladatokat, vagy anyagokat, vagy éppen a feladatokat. Én erre mindenkinek azt mondtam, hogy ezt mi adminisztrátorok tudjuk leellenőrizni, hogyha valamilyen probléma adódik, hogy a gyerek esetleg nem akar foglalkozni az anyaggal. Na hát, találtam rá nektek is egy eszközt, megoldást, úgyhogy kövessetek, hogy hogyan csinálom. Na most nem fogok a saját kurzusomba belépni, hanem egy olyanba lépek be, amit már használok egy ideje, amit már tanítok egy ideje, mert másképpen nem tudom megmutatni, ugyanis itt már vannak történések, ezekben a kurzusokban, tehát itt vannak már, van mit mutatnom, hogy úgy mondjam. Tehát most éppen a számítástechnika és informatika kurzusomba mentem bele, és ami nekünk szükségünk lesz, az itt az adminisztráció résznél található, méghozzá a jelentések alatt. Nagyon sok ilyen jelentés található itten, nekünk a kurzus tevékenység fog kelleni, rákattintok, így nem a kurzus tevékenység, kurzus részvétel fog kelleni a legutolsó, elnézést, kurzus részvétel fog kelleni. Na most, eléggé kusza ez nektek, de ne idegeskedjetek. Azt mondja, hogy tevékenységmodul. Itt tudom kiválasztani, hogy minden is akarok leellenőrizni. Tehát látjátok, hogy ezek szét vannak én nekem szedve úgy, hogy feladatok, vannak ilyen mappák, fórumok, tesztek, tananyagok, például. Tehát így van, lesz majd nálatok is, tehát hogy micsoda, mi micsoda akar lenni. Tehát ezek így a tananyagok. Na most per pillanat ellenőrizzük le, hogy tananyagot mit néztek a gyerekek meg. Azt mondom neki, hogy például a számítástechnika alapjai színes változatot szeretném megnézni. Visszatekintés, hány napra visszamenőleg. Itt minél több lesz, itt nekem itt már elég sok van, de elég sok van belőle, de hát majd meglássátok, úgyhogy ne is ezt nézzük meg, hanem nézzünk meg egy másikat, amit már korábban tanultunk. Tehát azt mondja, hogy nézzünk meg egy olyan tananyagot, hogy például, hol van az Excel-es feladatom, hol van az Excel-es feladatom, táblázatkezelés, ez az anyag hozzá, táblázatkezelés. Na és visszatekintve mondjuk rá 3 hónapra, most jó sokat fogok kikérni, tehát 3 hónapra visszamenőleg, hogy milyen tevékenységek voltak. Itt kiválasztom a tanulót, tehát csak megjelenítés a tanulóra, műveletek megtekintése, minden műveletre hagyhassuk, és azt mondjuk neki, hogy mehet. Na most ő be fog hozni egy rakás dolgot, és ebből én nagyon jól látom, hogy senki nem nézett meg semmit. Ugyanis azt mondja, például az első tanuló, az abszolút ezt a dolgot nem nyitotta meg. Tehát itt látszódik rajta, hogy ezt nem nyitta. Ezek a tanulók sem. Na most, itt nagyon sok van. De bírom én ezt most csoportosítani ilyenkor, osztály szinten, és akkor azt mondom, hogy kíváncsi vagyok, hogy az 1-6-ban elég kevesen vannak. Az 1-6-ban kinézte ezt meg. Hát, most én mit mondjak? Tehát látszik is, hogy 2-en nyitották meg az előző anyag részt, tehát, és itt van a zárójelben benne lesz az, hogy hányszor nyitották meg ezt az anyag részt. Úgyhogy na, tehát ezzel a résszel tudom azt én megnézni, hogy az anyagot megnézték-e. Na most, hogyha rámegyek egy feladatra, azt mondja, iskolai gyakorlatok, mezőgazdasági technikusok részére, vagy ne tananyagot nézzünk meg, hanem nézzünk meg egy feladatot. Tehát azt mondom, hogy házi feladat leadása táblázatkezelésből, nagyon jó, azt mondom neki, hogy mehet, úgy né, 3 hónapra visszamenőleg, aha, itt látszódik ismételten, itt már egy kicsikét szebben látszódik, hogy igen, ez a tanuló már 35-ször megnyitotta ezt a részt, ő még nem nézte meg, ő 5-ször már volt ebben a részben, tehát látszódik az, itt számbelileg is követhető azt, hogy hányszor voltak, tehát foglalkoztak-e az anyaggal egyáltalán, akinél nem, hát ott az abszolút látszik is itten,
Vannak egy páron, akik bele se kukkantottak ebbe a házi feladatleadásba egyáltalán. Jó, persze itt is lehet csoportosítani, hadd lássuk a saját osztályomat. Igen, igen, tehát ők, hála jó Istennek, azért voltak benne. Most megnézek egy másik osztályt, tehát igen, itt látszódik, hogy kihányszor, hogy sebben ugye követhető a tevékenység. Jó, köszönöm, ennyi lett volna.